Az önkormányzat tavaly sikeresen pályázott a Kossuth Lajos általános iskola, az 5-ös számú általános iskola, a Valáskapu, valamint a Gesztenyéskert óvoda és a polgármesteri hivatal energetikai fejlesztésére. A kiviteli tervek elkészítésével megbízott cégek jelezték, hogy nem tudják végrehajtani a munkát határidőre, ezért a testület határozott arról, hogy megszünteti a cégekkel a szerződéseket. A Kossuth Lajos általános iskola és a polgármesteri hivatal felújítása a tervek szerint január végén kezdődik. Ez kívülről szigetelés, bepucolást, vízzáró réteg kialakítását, lábazat alakítást és ablaknyilászáró cserét jelent. Azt lehet mondani, hogy szinte új köntösbe, új ruhába öltöznek ezek az épületek. Körülötte felújítjuk a járdát, szépen lekövezzük, új lépcsőt készítünk, egy szóval egy komplett felújítás lesz. Az Albert Schweitzer kórház déli homlokzatának felújítását is támogatná az önkormányzat 200 millió forinttal. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a témával kapcsolatban tárgyaljon az intézménnyel. Csak egy példa, ugye most nyitunk egy VIP-es szülőszobát a Samsung segítségével. Ott lecserélve az ablak, és hát majdnem 10 fokkal melegebb van ugyanazzal a radiátorral bent, tehát rengeteget jelent ez a dolog. Most a város úgy döntött, hogy 200 millió forint támogatást adunk a kórháznak, hogy legalább a déli részét, ami a városközpont felé van, azt kezdje el csinálni. A KEOP pályázata fut a kórháznak, azért lobbizunk, dolgozunk, de egy picit arra szeretnénk felébreszteni az egészségügyi államtitkárságot, hogy tegyenek valamit az épület állagának a helyreállításáért. 1967, az már nagyon régen volt. A képviselők zárt ülésen döntöttek a 60 város partnere díjakról. A polgármester kiemelte, hogy a 60-i cégek sokat tesznek a városért, már azzal is, hogy fizetik az adót. Akiket most kiválasztottunk, és akiket szeretnénk megjutalmazni, szeretnénk rájuk büszkék lenni, nagyon büszkék, ők ennél jóval többet tettek, hiszen sportszervezeteket támogatnak, civil szervezeteket támogatnak, ők maguk is építenek a városban és segítik a tevékenységünket. Nagyon fontosnak tartom a harmonikus, békés és jó együttműködést. A 60 város partnere díjak ünnepélyes átadása február 20-án lesz.